Én vagyok az a lány, akinek már akkor is három albuma volt a Pinteresten az esküvőkről, amikor még párkapcsolat sem volt a láthatáron. Nagyjából egy hónappal ezelőtt volt az esküvőm Dáviddal, és arra gondoltam, hogy csinálok róla egy videót. Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy engem mindig is borzasztóan érdekelt az esküvőszervezés, a lehetőségek, amiket egy esküvőn meg lehet csinálni, és az, hogy mennyire személyre szólóvá lehet azt tenni. A mi esküvőnk azt hiszem, hogy éppen ezért volt számunkra tökéletes, mert rólunk szólt. Az első dolog, amit meg kell tennetek, amikor esküvőszervezésbe fogtok, szerintem, az az, hogy leültök és elkezdtek beszélni róla, hogy ki mit szeretne, kinek milyenek az elképzelései, és mi az a pár dolog, ami nagyon fontos számotokra. Ezt mi is megtettük, és hál' Istennek egyetlen álmunk sem volt olyan, ami ütközött volna a másikéval. Ez persze előnyös, hogyha nem teljesen ellenkező dolgokat szeretnétek. Számomra például fontos volt, hogy szép képek készüljenek az esküvőnkről, ezért mindenképp egy profi stábot akartam felfogadni, olyanokat, akik nem a csoportképekre specializálódnak, hanem az őszinte pillanatokra. A második legfontosabb dolog az, hogy tisztázzátok a feladatokat. Én nagyon szerencsés vagyok, mert Dávid iszonyú sokat segített az egész szervezés alatt, fantasztikus volt egész végig, és nagyon jó ötletei is voltak, illetve nagyon sok minden volt, amit ő intézett, és nekem még csak gondolnom se kellett rá. Biztos, hogy vannak olyan dolgok, amik az egyikötöknek jobban mennek, a másikotoknak pedig kevésbé. Ezeket meg lehet oldani, csak az a lényeg, hogy legyenek olyan dolgok mind a kettőtök oldaláról, amivel nem kell foglalkoznotok, mert a másik elintézi. Harmadik pontként pedig a legfontosabb dologról szeretnék egy pár szót mondani. Engedjétek el! Akármi is volt az, amit először elképzeltetek arról, hogy milyen esküvőtök lesz, nagyon könnyen lehet, hogy annak ellenkezője fog megvalósulni, és pont annyira lesz tökéletes, mint ahogy azt eredetileg elképzeltétek. Nekem a Pinteresten, ahova rendszeresen visszajárok inspirációért, és tettem ezt az esküvőszervezés alatt is, azt hiszem, hogy négyféle különböző albumon van, négy különböző esküvőre. Akárhány elképzelésen, és szituáción, és helyszínen, és időponton mentünk keresztül, az, ami végül az esküvőnk lett, tökéletes volt. És egyáltalán nem az, amit terveztünk. Úgyhogy mindenképp azt javaslom nektek, hogy legyenek elképzeléseitek, álmaitok, próbáljátok megvalósítani azt, amit eredetileg szeretnétek, de hogyha végül máshogy alakul, akkor ne hagyjátok, hogy ez elrontsa az egészet. Mindenből ki lehet hozni valami csodálatos dolgot. Beszéljünk egy pár szót a meghívóról. Ezt is nagyon sokféleképpen lehet manapság már csinálni, ha úgy gondoljátok, és anyagi szempontból és más szempontokból nektek úgy kényelmes, akkor akár online is megoldhatjátok. Rengeteg oldal és applikáció van már erre, nem is beszélve arról, hogy akár egy e-mail is megfelelő lehet. Mi szerettük volna, hogyha van kézzel fogható meghívónk, és mivel én is és Dávid is szeretünk babrálni a Photoshoppal, ezért nagyjából adta magát a helyzet, hogy mi fogjuk megírni és összerakni. Én nagyon örülök, hogy ilyen lett amilyen, nyilvánvalóan van benne helyesírási hiba, de ettől csak még jobb egy picit. Nekem nagyon fontos volt az, hogy ez a ruha az enyém legyen, tudjam próbálgatni az esküvő előtt, illetve elő tudjam menni a szekrényből majd 10-20 év múlva. Én az Amazonról rendeltem egy ruhát, aminek nagyon tetszett a színe, a formája, az anyaga, és úgy gondoltam, hogy az az ár, amit így ráköltöttem, még akkor is megérte, hogyha végül csak levágunk belőle egy kis darabot, és abból lesz a ruhám. Ennek ellenére nagyon boldogan meglepődve tapasztaltam, hogy gyönyörű szép volt a ruhának, legalábbis az alja. A tetejével voltak problémák, és ez az, amit a nagynéném szétszedett és újra vart, és tökéletes lett. Imádtam. Tehát az én tanácsom, hogy ne ragaszkodjatok mindenképpen ahhoz, hogy bementek egy szalomba, és azt mondjátok, hogy hát, ha ilyen ruhák vannak, akkor nekem ez jó lesz. Próbáljátok meg esetleg ti is rendelni egy ruhát az internetről, olyan áron, amire azt mondjátok, hogy ha nagyon rossz a ruha, ami jön, még akkor is talán valahogy belefért. És ha nincs varrónő nagynénétek, esetleg keresetek egy varrónőt, aki szívesen segít nektek ebben, hogy átszabja vagy rátok szabja azt. Dávid öltönye szintén egy fontos kérdés volt, úgyhogy neki vettünk egy gyönyörű szép öltönyt Norvégiában, egész véletlenül, nem ezért mentünk oda értelemszerűen. Végül egy olyan öltönye lett, ami tényleg hosszú-hosszú évekig bármikor fel tud majd venni. Erre én azt gondolom, hogy érdemesebb többet költeni, már csak ezért is.
A mi esküvőnk egyébként a Malom Bistróban volt, ami egy gyönyörű szép régi épület, téglafalakkal, óriási ablakokkal és rengeteg lehetőséggel a dekoráció terén. A szertartás a Városligetben volt, ahol az én nővérem és a Dávid bátyja adott minket össze, mert ennél őszintébb és szebb dolgot elképzelni sem tudtunk volna. Mivel megrögzött Friends fanatikusok vagyunk, ezért Bence ráadásul még egy katonának is beöltözött, amit mindenki imádott. Nálunk két fő szempont volt a dekorációval kapcsolatban. Az egyik az, hogy ne költsünk túl sokat olyan dolgokra, amit csak aznap este vagy aznap fogunk tudni elvezni, hanem inkább vásároljunk olyan dolgokat, amik nagyon jól mutatnak dekorációként, de később itthon a lakásban is tudjuk őket használni, ami már csak azért is fantasztikus, mert akárhányszor ránézek ezekre a darabokra, mindig az esküvünk napja fog eszembe jutni róla. A másik fontos dolog pedig az volt számunkra, hogy a barátokat és a családot a lehető legjobban vonjuk be az egész esküvőbe. Például az egyik legjobb barátnőm készítette el a tortánkat, amit mindenki imádott, amellett, hogy gyönyörű szép volt, még nagyon finom is. Persze előfordulhat, hogy nektek nincs olyan ismerősötök vagy rokonotok, aki nagyon jól süt, de erre is egy nagyon jó alternatíva lehet például az, hogy egy állványra pakolta a különböző ízesítésű kis muffinokat. Ezeket nem olyan nehéz elkészíteni, és nagyon jól tudnak mutatni. Az egyik dolog, amit minden áron szerettünk volna én és Dávid is, az egy ilyen farönk, hogy mutassam, nagyon nehéz, igazi értelemszerűen. Ez egy rendkívül jó dekorációs elem, amit igazából itthon is tudunk használni. Ezt a farönköt mi nem vásároltuk, hanem nagynéné még szerezték valakitől, akinek van egy kandallója. Úgyhogy könnyen lehet, hogy a te ismerősi körödben is van valaki, akitől igazából kölcsön kérhetsz egy ilyen fakorongot. Utána akár vissza is adhatod neki, és ezzel fog fűteni legalább egy hétig a télen. Amit még saját kezűleg csináltam, illetve csináltunk együtt, az például... Nem tudom, hogy fogom ezt megmutatni. Össze is van gyűrve sajnos. De ez a dolog, aminek nem tudom a nevét, azért imádom annyira, mert egyrészt nagyon-nagyon-nagyon sok estém ment rá arra, hogy ezt megvarjam, kiszabjam, és megvarjam, és felfűzzem, de mindegyik ilyen estére szeretettel gondolok vissza, mert közben filmet néztünk, meg játszottunk, úgyhogy igazából tök jó élmény volt. Ráadásul ez egy olyan nagy dekoráció, ami nem csak egy mécses például, amit telaksz a sarokban, hanem nagyban meghatározza azt, hogy hogy néz ki az egész hely. Ebből volt háromféle színünk, az egyik fehér, a másik szürke, harmadik pedig egy ilyen bézses szín. Természetesen nem mindent kézzel csináltunk, volt egy csomó minden, amit megvettünk, viszont itt is nagyon figyeltünk arra, hogy olyan dolgokra ne költsünk túl sokat, amit csak aznap este fogunk élvezni. Értem ez alatt például a kis csillagos szivószál, szalvéta, kis tányér dolgokat, amikből hál' Istennek maradt egy csomó, úgyhogy ez is tök jó emlék lesz, valahova majd kitesszük. De az a lényeg, hogy azok a dolgok, amit aznap este valamiért ki kell dobni, vagy csak aznap estére szólnak, arra azt javaslom, hogy ne költsetek túl sokat. Inkább olyan dolgokat választhatok, amivel dekorálni fogtok az esküvőn, ami vagy már megvan nektek, mint például nekünk ez a szőnyeg, amivel a Városligetben dekoráltunk, vagy pedig olyan dolgokat vegyetek, amit utána is tudtok használni a lakásban. Ez például nekünk ez a gyertyatartó is volt, amit egy iszkben vettem, mert valahogy úgy érzem, hogy egy házaspárnak már kell, hogy legyen ilyen gyertyatartója, ráadásul nagyon emlékeztet a Cluedo-ban lévő gyertyatartóra, úgyhogy ezt mindenképp meg kellett vennem. Igazából ez a dolgok beszerzése egy jó hosszú ideig tartott, mert én már az első pillanat az utolsóig csak a dekorációval akartam foglalkozni, megmondom őszintén. Volt, amit már 5 hónappal azelőtt, hogy legalább azt tudtuk volna, hogy mi lesz a helyszín, megvettem. Például ezek a kis lámpások. Ezt a Jiskben vásároltam, ebből vagy 10-et, és emlékszem, hogy akkor vettem, amikor valami nagyon-nagyon le volt árazva, úgyhogy arra gondoltam, hogy még ha aztán végül nem is használjuk, mert nem fog passzolni, akkor is jó, hogy megvettem. Az, amit még vásárolni kellett, de egyáltalán nem bántam, mert amúgy is szükség volt rá, az például egy terítő. Ez a mentaszínű terítő, amiből 2 is vettünk, és egész egyszerűen imádom, mert azóta egyébként rátelepült az egész lakásra, mert mindenünk menta és zöld színű. Úgyhogy ennek a terítőnek sokat köszönhetek. Ezen kívül például dekoráltunk még képkeretekkel. Képkeret is ugye olyan dolog, amit később is tudsz használni, bármilyen tulajdonképpen, akár még ajándékból is adhatod valakinek.
Mi ilyen képkeretekbe tettük bele például azt, hogy mi a menü, milyen ételek lesznek, illetve az italokat is. Ami még egyébként olcsó dekoráció, és én az első pillanattól kezdve tudtam, hogy használni fogom, azok a tobozok. Ugyebár nincs semmi olcsóbb az ingyennél, azt hiszem. Igen. Ezeket én nagyjából egy éve gyűjtöttem, igaz, akkor még azt hittem, hogy össze lesz az esküvőnk, de mint kiderült, tobozok nyáron is esnek a földre, úgyhogy végül is teljesen normális volt a nyári esküvőnkön is, hogy tobozokkal dekoráltam. Ha melléig teszel egy ilyen gyertyát, ezt az IKEA-ban lehet kapni, 5 darab, azt hiszem 1500 forint, ebből vettem 2-t, és gyönyörű szépen tudtam vele dekorálni a helyszínen az ablakokat. Most pedig ezek ketten úgy összepasszolnak a lakásba, hogy majd mindjárt megmutatom, hogy mire használjuk őket, egész egyszerűen imádom. Ami még nagyban meghatározta a dekorációnkat a Városligetbe, az ilyen függöny volt. Igazából ez nem az, mert ez a baldahinom, ami nagyjából 6 éves korom óta lógott a fejem fölött otthon, és már csak ezért is olyan különlegesnek tartom, hogy végül az esküvőmön is szerepe volt, de igazából most nem róla van szó, csak a többieket sajnos kidobtam. Az IKEA-ban lehet kapni ugyanilyen anyagból függöny párt, és ebből olyan látványos dekorációt csináltunk a Városligetbe, amit egyszerű volt felrakni és levenni, és ráadásul még nagyon olcsó is volt. Amit a Tigernek a leginkább köszönhetek, az ez a gumicukor adagoló. Tudjátok, pont olyan, mint a moziban van, csak picike. Őt nem terveztük, de megláttuk és azonnal beleszerettünk. Gumicukrot egyébként is szerettünk volna az esküvőnkre, mert nem csak mi, hanem még sok más vendég is nagyon szereti. Amit én még nagyon szerettem volna, de nem tudtam, hogy vajon meg tud-e valósulni, az egy olyan emlék per vendégkönyv, amit az vendégek írnak, és az üzenetük mellé még egy kis képet is mellékelnek magukról. Erre azonban szükségem volt ehhez a csodás kis Instax minire, amit az én csodálatos barátnőim és nővérem megvettek nekem, és a lánybúcsúmon adtak át. Köszönöm, hogy velem voltatok és megnéztétek a videót, még akkor is, hogyha esetleg nem vagytok épp esküvő szervezésben, engem is borzasztóan érdekelnek ezek a témák, úgyhogy most, hogy házas ember vagyok, valószínűleg továbbra is fogok nézni ilyen videókat, és továbbra is fogom gyűjteni azokat a képeket a Pinteresten. Találkozunk a következő videómban, sziasztok!